Sziasztok, Painful vagyok, és ez itt egy újabb videó, méghozzá egy kicsit más videó. Ebben a videóban meg fogunk nektek mutatni egy olcsó, max 10k-s csapatot, amivel el tudjátok kezdeni a fifázást, hogyha fel akartok jutni 10. osztályból 9., 8., esetleg még 7. is jók az ilyen olcsó, ilyen 80 és 75 közötti aranyjátékosokból álló csapatok. Mindenkire külön-külön el fogjuk mondani, hogy mennyibe kerül, és hogy miért jó, miért használjuk, és kis klippeket is fogtok látni. Úgyhogy ebben az epizódban egy olcsó Premier League csapatot fogunk bemutatni nektek. Ez a csapat 7550 coinból összeépíthető, ami szerintem azért elég olcsó, hogyha belegondoltok. A csapat pedig Pantilimon, Soare Kabul, Kabasele, ami elég érdekes név, Jajiji, Redmond, Kouyaté, Doucouré, ha jól tudom, Buffal, Valencia és Callum Wilson. Van egy-két elég érdekes nevű kolléga, de nem baj. Ahogy látjátok, van 4 darab Watfordos játékos, ami ugyancsak elég sok. De el is kezdem a kapustól, Pantilimontól kezdve, aki... méterben nem tudom átváltani ezt a magasságot, de az egyik, hogy 2 méter fölött van, tehát brutális nagy kapus. És tényleg nagyon-nagyon jól véd, szinte csak jót tudok róla mondani. Amióta nálam játszik, ami pontosan 16 meccs, azóta nekem igazából nincs panaszom rá. Úgyhogy mindenféleképpen ajánlom mindenkinek, aki keres egy kapust. Én kapusoknál azt szoktam keresni, hogy minél magasabb legyen, és ennek ő nagyon jól megfelel, és játékon belül is beton biztos. A következő az a bal hátvéd, Papa Soare, akinek, hogyha megnézzük a statisztikáit, akkor már látjuk, hogy egy nagyon jó játékos. 82-es tempó, 75-ös dribbling, 74-es védekezés, 77-es fizika és 72-ös passzolás. A lövése nem a legjobb, de az nem is kell neki. Nem a legmagasabb játékos, de nem baj. Ő egy olyan játékos, aki szeret felmenni, támadni. Láthatjátok a work rate-jét is, high, medium. Tehát azért sokat megy előre, de a védekezésben is részt vesz, és nekem ez a stílusomhoz pont tökéletes. Nagyon azt tetszik benne, hogy nagyon gyors, és tényleg az a szint, amiben részt tud venni a támadásokban, majd utána a tempója miatt, és nagyon strapabíró játékos, úgyhogy nem fárad el könnyen, nagyon gyorsan vissza is tud érni, védekezni, úgyhogy én emiatt nagyon kedvelem ezt a játékost. A két középhátvéd pedig Watfordos, Kabullal kezdeném, ő szerintem egy nagyon olcsó megoldás, csupán 500 coinba kerül, amúgy kifelejtettem az előző két játékost, 700 coinba kerül Pantilimon kezdőbe, valamint Soare az 400 coin körül már megvehető, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon olcsó. Tehát Kabul, ő igazából nem a leggyorsabb, ő inkább ez a tank típusú középhátvéd, akinek 79-es a fizikája és 76-os a védekezése, ami nagyon erős szerintem. Át is térünk a másik középhátvédre, aki nem csak erős, hanem még gyors is mellé. A 78-as tempója van a 76-os és 81-es fizikája mellé. Én általában a gyorsaságot, a védekezést és a fizikát figyelem középhátvédoknál. Ő viszont egy kicsit drágább, ő már 1200 coin, ami, és igazából ő a legdrágább játékos ebbe az egész csapatba, de szerintem nagyon megéri, mert nagyon-nagyon profin védekezik, és már adott egy asszisztot is a csapatomba. A következő játékos az a jobb hátvéd, Jajiji. Nagyon fantasztikus neve van, szerintem már csak ezért érdemes megvenni. De hogyha a neve még nem győzött meg, csak 500 coinba kerül, már lőtt egy gólt a csapatomba. Ugyancsak high medium a work rate-je, ami azt jelenti, hogy előre megy a támadásoknál és vissza is jön. De nézzetek meg a statisztikáit, 82-es tempó, 73-as dribbling, 73-as védekezés és 78-as fizika, ami szerintem egy nagyon erős és nagyon szolíd játékos. A következő játékos az a jobb középpályás Redmond, aki 550 coinért megvehető. Redmond 4 csillagos cselező,
Ugyancsak high medium work rate-je van, ami nagyon jó. 6 asszisztot adott már a csapatomba, és 1 gólt lőtt. De 86-os tempója van, és 79-es dribblingje is jóformán, ezért veszed meg, mert 49-es fizika az édes kevés, 68-as lövés az se éppen a legjobb, és a 69-es passzolás az is épp hogy elmegy, de a 4 csillagos selezés az nagyon jó nála, és a tempója is fantasztikus, és ezért érdemes megvenni a széleken, nagyon jó beadni, nagyon jó csak így előre passzolni neki, indítani, hogy meginduljon, és kihasználja a tempóját, és lefussa a jobb per bal hátvédokat. A következő játékosunk, én egy 4-4-2 második verziójában játszom, ami azt jelenti, hogy 2 védekező középpályás van ebbe a felállásba. Ugye egy fantasztikus védekező középpályás, de már nagyon régóta ezen a poszton, pedig Sheik Kouyaté, aki 87-es fizikájával, 77-es védekezésével és 77-es tempójával, tehát még nem is lassú a mellé, hogy ekkora, nagyon-nagyon brutális, és csak 700 coinba kerül, ami fantasztikus. Amúgy ezek a coin árak, ezek mehetnek fel, mehetnek le a videó elkészítése után, úgyhogy ezt csak így elmondanám. A másik védekező középpályás, aki azért inkább támad, ebben a formációban ő inkább a támadóbb szellemű játékos. Én nagyon megelégedtem bele, Doucouré, ahogy látjátok, az összes statisztikája 70 fölött van, ami azt jelenti, hogy 71-es a tempója, 71-es a lövése, 73-as a passzolása, 79-es fizika, 71-es védekezés és 74-es dribbling. Szerintem nagyon megéri, inkább támadó szellemű játékos. Vele rá lehet próbálkozni néha táborról is, mert jól lő táborról is. És itt jön a kedvenc játékosom ebből az egészből, talán még Wilson mellett. Buffal, aki 5 csillagos selező, tehát nagyon jó dolgokat lehet vele csinálni. Viszont nem nagyon jöjjön hátra védekezni, ez egy kicsit kellemetlen vele kapcsolatban. De 85-ös tempó és 87-es dribbling, 4 csillagos gyengébbik láb, ami ugyancsak nagyon jó. És jól lő, jól passzol, nem a legjobb, de elmegy főleg ilyen poszton. Fizikailag gyenge, de ez ilyen szélsőknél ez szokás. És ahogy mondtam, ez szerintem 800 coinért, ez nem rossz, sőt, szerintem kifejezetten jó. Átérünk a csatárokra, a bal csatár Valencia, 85-ös tempó, és igazából 76-os lövése van, de ez a tempó az nagyon fontos, 74-es dribbling, még azt is lehet ki lehet emelni, és nem olyan gyenge, 16 meccsen 7 gól és 4 gólpassz, ez lehet nem tűnik olyan jónak, de meccseken belül nagyon sok helyzetet alakít ki, ami nagyon jó. 3 csillagos cselezése van, ami ugyancsak nagyon jó az én stílusú focimhoz, mert én nem szeretem a 2 csillagos cselezést, mert azzal semmit nem lehet kezdeni. De az utolsó játékos, Callum Wilson, aki ugyancsak 3 csillagos gyengébbik láb és 3 csillagos cselezése van, ő 12 meccsen 8 gólt lőtt és 7 gólpasszt adott, ami szerintem magáért beszél. 91-es tempó mellett még 78-es fizikája van, 73-as lövése és 75-ös dribblingje. A 73-as lövés igazából nem azt jelenti, hogy nem tud jól befejezni, szerintem nagyon jól fejez be, és egyszerűen ő az a játékos, akit lehet indítani, akivel lehet futni a széleken. Ő egy nagyon sokoldalú játékos, és nagyon szeretem ezt benne. És igazából ez lenne az egész csapat. Callum Wilson 750, Enner Valencia pedig 700 coinért elérhető, és ezért ez a csapat összesen 7550 coinért elérhető, ami szerintem nagyon olcsó csapat, főleg egy ilyen minőségi csapathoz. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, hogyha megépítettétek ezt a csapatot és tetszett ez a csapat, akkor is dobjatok egy lájkot, hogyha nem tetszett, dobjatok egy diszlájkot, és írjatok le a komment szekció, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Köszönjük szépen a figyelmet, én Painful voltam, és a viszonthallásra!